Alexander Imre 1919. szeptember 6-ától 1944. június 30-áig Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja volt. 25 éven át tartó munkásságával a megye történetében ő töltötte be ezt a tisztséget a leghosszabb ideig. Alexander Imre 1883. december 30-án Kunhegyesen született, de már Szolnokon érettségizett le. Jogi tanulmányait az Egri Jogakadémián végezte, majd 1907-ben közigazgatási gyakornokként Jász-Nagykun-Szolnok vármegye szolgálatába lépett. Később pár évig Kunhegyesen dolgozott, majd visszatért Szolnokra. 135 évvel ezelőtt alakult meg Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, és az 50. évfordulóra 1926-ban az ünnepi közgyűlés szervezésében, amelyen egyébként Horthy Miklós kormányzó is részt vett, Alexander Imrének elévülhetetlen érdemei voltak. 1919-től egészen 1944-ig alispánként dolgozott. 10 évre rá megkapta a másodosztályú magyar érdemkeresztet, az akkori egyik legnagyobb állami kitüntetést, majd a vármegyei tisztviselők országos egyesületének elnöke lett. 44 évnyi szolgálat után vonult nyugdíjba, 86 éves korában Budapesten hunyt el. Olyan embernek állítanak emléket, olyan embernek állítanak méltó megemlékezést, aki példamutató mindannyiunknak. Hiszen Alexander Imre élete, munkássága az a típusú magyar értelmiség, magyar köztisztviselői munkásság, érték, amely mindannyiunk elé példát kell, hogy állítson. Az emléktábla kétségkívül méltó helyre került, a megyei levéltárban ugyanis Alexander Imre korának legtöbb közigazgatási dokumentuma megtalálható.